Jó reggelt kívánok! Bangoné Borbély Ildikó a vendégünk, aki folyamatosan arról beszél, hogy kormányváltást akar. De vajon tényleg kormányváltást akar az, aki Szabó Szabolcs ellen elindult Csepelen? Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a tévénézőit, és köszönöm a lehetőséget, hogy a Happy TV-ben is Hogy elmondhatom elmondhatja, hogy miért akar indulni igen. Csepelen. Ez nem egy könnyű kérdés volt, és nem is egy könnyű választás, amikor felkértek a csepeliek arra, hogy gondolkodjak már el azon, hogy ha nem tudnak egyességre jutni az együttelés a Szabó Szabolccsal, akkor valaki olyan emblematikus embernek kellene a Magyar Szocialista Pártból indulnia, aki lényegében meg tudja 2018-ba verni Németh Szilárdot, Csepelen és Soroksáron, és magát a Fideszt. Azt azért szeretném elmondani, nem Szabolcs nyerte meg 2014-ben ezt a választást. Nem tudom, hogy miért azt mondja, hogy nem Szabolcs nyerte meg, ő nyerte meg. Lehet, hogy Németh Szilárd veszítette el, csak hogyha ugye a matematika szabályai szerint, hogyha Szabó Szabolcsra a helyiek nagyon sokan szavaznak, mert 4 évig képviselte őket, mert azt mondta, hogy ivott velük sört, kezet fogott velük, a parlamentben is felszólalt. Nagyon sokan azt mondják, hogy Borbély Ildikóra szavaznak, akkor utána a Fidesz hátradőlhet, és megnyeri a Én azt gondolom, hogy választást. felelős politikusoknak és felelős pártoknak olyan döntéseket kell hozni, és főleg most 2018 elején, ami azt fogja üzenni a választóknak, hogy ők ezt a kormányt el akarják De kergetni. ez nekem nem ezt üzeni, elnézést. 2018. januárjáig folytak a tárgyalások Szabó Szabolccsal, személyesen Kóhalmi Ágnes is többször nyilatkozott róla, teljesen elutasítóak voltak az együttműködésben. A választósok... Tudhatnánk erről a tárgyalásról valamit? Azért érdekes, mert Szabó Szabolcs megszólalt az ügyben, azt mondta, hogy azt akarták, hogy ő álljon be az MSZP-be, Nem, ő nem, nem. Hát akkor nem. szeretnénk hallani a másik Az MSZP-t, oldalt igen, is. hát én mindig azt mondom, hogy minden felett meg kell Ezért kérdezni. kérdezem. 2014-ben sem az MSZP tagjaként indult a választáson. Csak kellett ahhoz, hogy megnyerje, ahhoz kellett a hat pártnak az összefogása, az a kialakult helyzet, hogy hat párt összefogott, és De most akkor nem azt tudtuk alakult ki ez a mondani. helyzet. Most nem alakult ki ez a helyzet, az együtt meg kell nézni, én azért felhívnám a figyelmet, a tévénézőknek a figyelmét, meg az állampolgároknak a figyelmét, arra én ezt már több újságnak lenyilatkoztam, hogy meg kell nézni az elmúlt 1 évnek a nyilatkozatait. A Magyar Szocialista Párt nyilatkozatait is, és az együtt képviselőinek. Mi folyamatosan azt mondtuk, hogy egy olyan nyitott együttműködésre vagyunk alkalmasak, meg azt mondja a Magyar Szocialista Párt, közös lista, közös miniszterelnök De ha jelölt nincs és közös köz. lista, nincs közös miniszterelnök jelölt, az együtt, ha jól emlékszem, Kéz Zoltán javára Veszprémben már visszalépett. A Magyar Szocialista Párt több mint 40 körzetet adott át koordinált indulásba, a Demokratikus Koalícióval decemberben egyeztünk meg. Csak hagyd menjek még vissza az együttnek a viselkedésére. 1 éven keresztül hiába kerestük meg őket, folyamatosan azt mondták, hogy ők egy új pólust képviselnek, ők egy új politikát képviselnek, a régi pártok, a múltnak a pártja, eközé tartozott a Magyar Szocialista Párt, a múltnak a képviselőivel, személy szerint engem is azok közé sorolnak, a magam 46 évével első ciklusos képviselőként, és mondja az a pártvezető, az a Szigetvári Viktor, aki a Magyar Szocialista Pártnak volt a kampányfőnöke, és volt kabinett főnöke is a Magyar Szocialista Így van, Ferencnek. így van. Szóval azért én azt gondolom, hogy néha a politikusoknak tükörbe is kellene sokkal többet nézni, mielőtt Ezt én nyilatkoznak. értem, És csak én, mint választó, igen, csak egy nem valamit. tudom majd, hogy Ugye mit csináljak Csepelen. Szabó Szabolcs sem gondolja komolyan, hogy lemondunk több ezer baloldali szavazóról. Ő tényleg azt gondolja, hogy automatikusan rá fognak szavazni együtt színekben. És akkor, ha a matematikát nézzük, és ez nagyon-nagyon fontos momentuma a választásoknak. A Bizony. mai matematikai rendszerbe, választási rendszerbe minden 5% alatt leadott párt szavazat, azt a Fideszt fogja erősíteni. Mert ilyen a választási De ezért rendszer. mondom,
Én hiszek abba, hogy a választások előtt... Hogyha ketten osztoznak a baloldalon, nem, én azt gondolom, sőt, indít az LMP, akkor már hárman. Igen, akkor meg kell kérdezni az LMP-nek a felelősségét. Nem csak a Kéz Zoltánról beszélünk, hogy lemond az együtt, most érdekes módon megvilágosodtak január közepén, és elkezdik bejelenteni, hogy ők a Kéz Zoltánnak a javára lemondanak, és mi van a maradék 105 körzetben? A maradék 105 körzet nem fontos? Az ott élő embereknek akkor nem fontos? Az MSZP-nek nem fontos? De mi voltunk végig azok, és még most is azt mondjuk, lehet, jöhet az együtt. Értem, és beállhat az MSZP mögé? Nem, együtt, egymás mellé állunk be. Jó, nem mögé, egymás mellé, mint 2014-ben. De azért... 2014-ben elnézést, nagyon sok párt összefogott. Így van, 6 párt. 15%-nak kellett ahhoz lenni, hogy bejussanak a parlamentbe, igen. Mert ugye a választási törvény értelmében egy pártnak 5%-a küszöbb, 2-nek 10, és 3 vagy többnek 15. Jelen pillanatban a Magyar Nemzet információi szerint, ha jól emlékszem, az MSZP elnökség, aminek Bankoni Borbély Ildikó is a tagja, azért veszekedett, mondom, ha igaz, Molnár Gyula a pártelnöke, mert ő bejelentette, hogy a Párbeszéddel közösen indulnak, ami már azt jelenti, hogy 10%-ot kell elérni, és jelen pillanatban az MSZP-nek önmagában nem biztos, hogy van 10%-a, a Párbeszédnek 1%-a van, Karácsony Gergely nagyon népszerű, de a pártját nem húzza fel. Tehát akkor miről beszélünk? Milyen 15-16%-os összefogás? Én azt gondolom, hogy nem veszekedésről, én ott voltam minden egyes fórumon, ott vagyok. Akkor megint a hátterekre vagyunk kíváncsi. Igen, én nagyon szeretem ezeket a kiszivárogtatásokat, majd utána akkor egy kiszivárogtatás. Hát valami alapja csak majd van. Azért akkor az együtt választmányüléséről is 2 mondatot, hogy mi szivárgott ki, meg mi nem. Ellenérvek vannak és érvek vannak amellett, hogy én ezt úgy mondanám, hogy nem veszekedés, vita. És a mi pártunk egy demokratikus párt, nálunk nem úgy van, hogy a főnök kiáll és megmondja, hanem... De tényleg vitáztak erről, szerint, rajta, hogy nem igen, biztos, hogy megvan a 10%. De én nem. Én azt gondolom, hogy egy komoly politikai erő, aki annak vallja magát, és a Magyar Szocialista Párt folyamatosan azt mondja, hogy ő kormányváltást akar, együttműködésbe akar kormányváltást, és ha lehet, akkor én inkább azt mondom, hogy ha a pártok nem hajlandóak együttműködni, akkor a választókkal kell együttműködni, mert hála a jó égnek minden embernek egy szavazata van, ha pártba visel tisztséget, hanem ugye nem gondoljuk komolyan, hogy nem hiszünk egy 10%-ba. Én magam is azt vallom, hogy aki nem hisz a 10%, én nem akarok egy 10%-os. Jó, Kovács László itt ebben a stúdióban, ha jól emlékszem, múlt héten azt mondta, hogy adja vissza a bizonyítványát, aki nem hisz benne, de hát a közvéleménykutatás nem ezt mutatja. Visszatérve Cseperre, hogyha az együtt beáll ebbe a szövetségbe, akkor ki fog indulni? Szabó Szabolcs vagy Bangóné? Én nyitott vagyok az együttműködésre, és mondtam, az utolsó napig visszaléphet a jelölt. Ilyet láttunk már nagyon sokszor. Annak idején az SZDSZ javára is volt olyan, hogy nagyon sokszor csak a Kunce Gábor nevét mindenki fogja igen, tudni, hogy hányszor lépte. Igen, hányszor léptünk vissza. Nem fogok a gátja lenni. Fog indulni, nem fogok a gátja lenni egy együttműködésnek, és annak az együttműködésnek, hogy kormányváltás kell. A gyerekeink érdekében, az egészségügy, és sorolhatnánk azokat a dolgokat, amivel nap mint nap szembesülnek, tegnap a híradások a devizahiteleseknek a problémáival voltak tele. Az egészségügy azt szerintem nem telik el Magyarországon egy óra, hogy ne beszélnénk azokról a borzasztó problémákról, ami az egészségügyet övezi, vagy ha beszélünk a múlt héten zajlott tüntetés a gyerekeinket, ami nekem a legfontosabb, a gyerekek. Én azt gondolom, hogy én járni fogom az országot a kampány mellett, de a saját hol körzetem. Fog indulni, hogy én a következő Csepelem, parlament tagja legyen, hogyha én most, Szabó Szabolcssal megállapodnak. Most Csepelem fogja kimondani holnap az ottani szervezet hivatalosan, hogy én vagyok a jelölt. Az utolsó pillanatig... aztán február közepén. Így van. Nem, utolsó, igen, hivatalosan akkor. Én hiszek abban, hogy az együttbe is Szabó Szabolcsot én egy józan politikusnak tartom. Hogy józan gondolkodású ember. Fog elindulni? Ez azért is érdekes, mert lehet, hogy ez is csak pletyka, de valahol azt olvastam, hogy a Hajdú-Bihar megyei szocialisták nem örültek annak, hogy az egyetlen megyei képviselőjük, Bangóné Borbély Ildikó, átigazolt Cseperre.
Hát a saját körzetemről, Hajdú Szoboszlóról hagyd beszéljek, és ez is vicces volt, amikor a Juhász Péter többször azért nekem rongyolt, ha mondhatok ilyet vidékiesen a médiában, és azt mondta, hogy én ertőernyős leszek, és menjek vissza Püspökladányba. Juhász Péter még azt sem tudja, hogy az én körzetemnek, az otthoni körzetnek a nem Püspökladányi körzet központja, hanem Hajdú Szoboszló. Elég néz. Azért én azt gondolom, hogy mondom, mindenki tudja már, rendben, hogy... Rendben, de azt a helyi szocialisták állítólag miért örültek volna nekik, mivel hogy ez a felkérés azért érkezett, mert úgy gondolják, hogy egy ismert politikus vagyok, azért hagyd dicsekedjek a legutóbbi felmérésben a női politikusokba. Én azt gondolom, hogy nagyon büszke lehetek akár a munkámra, a teljesítményemre, akár még a pártomra is, hogy a negyedik legnépszerűbb politikus vagyok, úgy, hogy három olyan női politikus előz meg, akinek sokkal nagyobb politikai háttere van, múltja van, mint ahogy én az első 4 évemben is idáig sikerült elérni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kemény munkának az eredmény. Ez rendben van, csak hogy ott lesz-e 2018-ban is a parlamentben, vagy a végén nem indul a saját körzetében, esetleg Csepelen visszalép, és akkor 2 cég közül a pad alá? Nem fogok a 2 cég közül a pad alá, én rám számíthatnak én nem azért indulok, most sem. Nem érdekel a parlamenti szék, ha így mondhatom. Engem egyetlen egy dolog érdekel. És ebben most komolyan vagyok. Nem érdekel, hogy hanyadik vagyok a Magyar Szocialista Pártnak a listáján. Na ez lett volna a következő kérdés, érdekel, hogy befutó helyet ajánlottak. Nem tudom, 10-én lesz. Nem. Nem kértem, és nem is ajánlottak. Én azt szeretném, hogy mindenki álljon fel a székből, és tehetségéhez mérten, akaratához mérten kezdjen el dolgozni, és azért dolgozzunk, hogy 2018-ban be tudjuk bizonyítani, hogy mi egy jobb és szebb Magyarországot akarunk. És nekem ez a célom. És mi van akkor, Ildikó, hogyha 2018-ban Csepelen befut a Fidesz jelöltje, Németh Szilárd, azért, mert önök egymással versengenek, nem. Nincs kormányváltás, és azt mondják, hogy igen, a szocialista párt is, az együtt is, mindenki tehetett ennek volna ezért. Én ezért hiszek abba, nem, ebbé ezért hiszek abba, hogy lesz megegyezés. Akkor én felhozok, mert érdekes, hogy rámentünk el a csepeli körzetre. Mi van az újpesti körzetem? Horváth Imre bácsi ott időközi választásban nyerte meg a választást. Időközi Kis Péter emléke. Az MSZP-ből. Igen, de a szocialista... És azt mondta, hogy el fog indulni függetlenként. Az egy külön történet, nagyon szívesen látnám Varjó Lászlót, akivel ugyanerről beszélgetnék. Bizony, bizony. Feláldoztuk azt a körzetet, mert oda mondom, én hiszek abba, hogy lesz egyesség. Lehet, és nem az együtt, és nem egymással mutogatunk, és együtt karöltve, kézen fogva fogunk kampányolni Szabó Szabolcsal, mert én tudom, hogy ő is tudja, hogy ez nem a mi érdekünk, ez az országnak az érdeke. Hát, nincs sok idő, néhány nap van. Én azt gondolom, 2014-ben januárban került oda Szabó Szabolcs Csepelre. Nem voltunk akkor sem előrébb, akkor is körülbelül ennyi időnk volt, hogy kampányoljunk, ha egy jó kampány van, ha el tudjuk az embereket. És azért mondjam meg, mielőtt megkérdezi, hogy mit keresek én Csepelen egy vidéki, Hajdú-Bihar megyei képviselő. Én azt gondolom, hogy Csepel is ugyanazokkal a problémákkal küzdik, mintha otthon lennék. De azért lennék. Németh Szilárd hátradőlhet most, nem. Jelen pillanatban. Nem, szerintem meg nem. Én szerintem nem dől hátra. És hozzáteszem, hogy mi elég kemény harcokat vívtunk a parlamentben Németh Szilárddal. De mondom, ahhoz be kell jutni a parlamentbe, hogy ismét kemény harcokat folytathassanak, és lehet, hogy listáról nem, be nem. lehet jutni, de Németh Szilárd jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egyéni mandátummal fog bejutni. Nem fog egyéni mandátummal. Én megesküszöm itt, hogy Németh Szilárd listás képviselő fog maradni 2018-ban is, mint ahogy 2014-ben. Mert ahogy az ember látja, őt nem szeretik Csepelen. Nagyon-nagyon nem szeretik nem Csepelen. Nem vagyok csepeli, és ön pedig nem ismerik, tehát ez... Én ezt nem mondom, én nagyon sok biztatást kapok, nem csak Csepelről, országosan nagyon sok biztatást kapok. Én azt gondolom, ebbe vitatkozhatunk, hogy a Rétvári Bence mit keres Vácon, a Vardai Ágnes mit keres Esztergomban. Lehet itt felhozni a politikusokat, én azt gondolom, hogy a rendszerváltás után 28 évvel már nincs akkora jelentősége, hogy ki hol lakik. Én úgy töltöttem az elmúlt 4 évet, mert parlamenti képviselőként,
2 napot hiányoztam a parlamentből. De végül is ugye úgyhogy, egy kis országokat Így van, én meg tudja, én azt szoktam mondani, mert mindig kérdezik én tőlem, és már 3 gyermeket nevelünk a férjemmel, hogy ezt hogyan lehet csinálni. Keveset kell aludni. Ez a nyitja mindennek. Én épp úgy hazamegyek megfőzni a gyerekeimre, épp úgy megnézem a leckét nekik. Hála a jó égnek, nekem mindig az az igazolás, hogy jól végzem a dolgomat, nem csak a népszerűségi mutatók, mert az egy másodlagos dolog szerintem, hanem hogy a gyerekeim hogy tanulnak, hogyan érzik magukat, milyen mentális állapotban vannak, és nagyon jó tanuló gyerekek, nagyon, nagyon, nagyon kis aranyos, kiegyensúlyozott kis emberek. Úgyhogy én azt gondolom, keveset kell aludni, és nagyon sokat kell dolgozni azért mindenkinek, hogy kormányváltás legyen 2018-ban. Ez így rendben van, de hát gratulálunk a gyerekekhez, köszönöm, a jó tanuláshoz, szépen. A háziasszonysághoz. Most ez nagyon fontos dátum az életünkben. De hát az a helyzet, hogy Csepel, illetve a Szocialista Párt parlamenti mandátumainak száma, az nehéz kérdés, és ma még nyitott kérdés. Remélem lesz megállapodás, és akkor visszavárjuk. Köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot kívánok!